Már egy jó ideje járok ezekre a filmbemutatókra. Szerintem a 15. biztos. Pontosan. Mi a Magyarországon, mi a producereknek a helyzete, és hogy változott ez az utóbbi 3 évben? Hogy milyen a producerek helyzete? Hát ez jó kérdés. Ugye volt egy alaphelyzet, amikor még a Magyar Mozgókép Közap Alapítvány működött, az ugye egy más helyzet volt, illetve volt egy 2-3 éves kihagyás, amikor ugye nem nagyon készültek filmek, majd ugye felállt a filmalap, ami azért merőben egy új, más rendszert alakított ki, mint az előző volt. Az a 2-3 év azért nehéz volt mindenkinek, nem csak a filmproducereknek, hanem az összes filmalkotónak, aki a filmszakmában dolgozott, hiszen a bérmunkákon kívül, meg egy-két független filmen kívül nem nagyon készült film. És hogy látja a következő éveket? Hát természetemnél fogva én optimista vagyok, úgyhogy nagyon remélem, hogy fogunk tudni filmeket gyártani. És ez a rendszer kezd bejáratodni a kezdeti hibák ellenére, most már azért viszonylag gördülékenyen működik, úgyhogy én azt gondolom, hogy rendben lesznek a dolgok. Mi a következő nagyobb terve, amelyen dolgozik? Hát van néhány projektünk, amivel bepályáztunk a filmalaphoz. Ezek különféle stádiumban vannak. Van, ami forgatókönyvfejlesztés alatt áll, van, ami előkészítési stádiumban, illetve vannak olyan pályázatok, amik gyártási pályázatra vannak beadva, és éppen most várjuk a választ. Hogyha átengedik ezeket a projekteket, akkor valószínűleg a jövő év elején elkezdhetjük forgatni. Mi kell ahhoz, hogy valaki Magyarországon sikeres producer lehessen? Hát nyilván kell egyfajta lelkesedés, a filmezés iránti szeretet és elkötelezettség, illetve megfelelő kapcsolatrendszer, és hát nyilván egyfajta háttér tapasztalat, aminek segítségevel az ember el tud kezdeni projekteket összegründolni. És hát szerintem kell egyfajta ízlés, amivel az ember elkezd hozzányúl egy projekthez, és elkezd filmeket készíteni. Nagyon köszönjük!